Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy ennyi helyről eljöttetek. És szokás szerint kezdjük a Dharma beszédet a mantrával, amely azt jelenti, az univerzum a maga tisztaságában. Köszönöm szépen. Ahogy azt pár dharma beszédben láthattátok és hallhattátok, egy koannal fogjuk kezdeni a mai előadást. Ez pedig Zhou Zhen mester egyik remeke, amely úgy kezdődik, hogy felháborító. Egy hivatalnok beszélgetett Namcsong Zen mesterrel, és ezt a megjegyzést tette. Egy mester szerint a menny, a föld és én azonos lényeggel bírunk. A tízezer jelenség és én ugyanaz a test vagyunk. Ez felháborító. Namcsong Zen mester egy virágra mutatott a kertben, és így szólt. Az emberek manapság ezt a virágzó fát álomképnek látják. Kérdések. A menny, a föld és én azonos lényeggel bírunk. Ez mit jelent? Második. A tízezer jelenség és én ugyanaz a test vagyunk. Ez mit jelent? Az emberek manapság ezt a virágzó fát álomképnek látják. Ez mit jelent? Sun Quan Zen mester kommentárja. Kiejtesz egyetlen szót, és hatalmasat hibázol. Maradj csendben, és a világegyetemtől sosem válsz külön. Ébredj, ébredj! Mit látsz most? Mit hallasz most? Kérdezd meg a kutyát, hallgass meg az autót, ők majd megtanítanak. Kezdjük tehát a koan elején, amikor Namcsong Zen mesterrel egy hivatalnok beszélget. Ki lehetett ez a hivatalnok? Tudjuk, hogy a Tang dinasztiában már a konfucianizmus nagyon-nagyon komoly államrendi szerepet játszott. És hogyha a konfuciánus hierarchiát nézzük, ott mindenki külön osztályban van. Nem beszélnek arról, hogy kinek milyen a lényege. A buddha természetről végképp nem beszélnek, és egy konfuciánus társadalomban, mint például Korea is, és Japán is egészen a 20. századig, az, hogy te bármit megtehettél, és azt a karmát gyűjtötted be, az szinte elfogadhatatlan volt. Tehát az a fajta szabadság, amivel az ember a lélek legmélyén rendelkezik, azt a konfuciánus, statikus, osztálytársadalomra épülő gondolkodás nem szerette. A mai napig nem szereti. És a hivatalnok mondja a zen mesternek egyfajta kihívásként, hogy a menny, a föld és én azonos lényeggel bírunk. A jelenségek és én ugyanaz a test vagyunk. Idézi a szútrákat. És azt mondja, ez felháborító. Hiszen akkor, ha más koanokat is olvastál, akkor a három font len és a száraz szaraboton ugyanazzal a lényeggel bír. Te és Zhou kutyája ugyanaz a test vagytok. És ezt a hivatalnok a maga strukturális, hierarchikus gondolkodásával nem volt hajlandó elfogadni. Tehát a társadalom az ő szemükben szét van tagolva, és ez a széttagoltság mindig is olyan, amilyen, és meg is fog maradni. Mobilitás nem nagyon lehetséges, kitörés még kevésbé, a megvilágosodás pedig aztán szinte érthetetlen az ilyen pragmatikus nézőpontból. És nézd meg, hogy Namcsong nem vitatkozik vele. Namcsong azt mondja,
Az emberek manapság ezt a virágzó fát álomképnek látják. Azt hihetnénk, hogy elbeszél a hivatalnok feje mellett. Pedig nem. Gyönyörűséges tanítást ad, hogy ebben a pillanatban láss tisztán, ebben a pillanatban hallj tisztán, ebben a pillanatban válj egyé a világegyetemmel. Mindegy, hogy mit gondolsz, az a gondolkodás pont annyit ér, amennyi igazságtartalom van benne. Felháborodhatsz rajta, örülhetsz neki, de a gondolkodás, mint absztrakció, az illuzórikus. És ezért tanítja Namcsön a hivatalnokot így. Nézd meg azt, amikor emberek millióinak sorsáról egy íróasztal mellett döntenek. Nézd meg azt, amikor a döntéshozó soha nem lép be a való életbe. És akkor a gondolkodás illuzórikus természete szenvedéssé válik. Tehát az illúzió és a szenvedés összefügg. Ahol szenvedést tapasztalsz, ott valami nem igaz. Ott nem állunk a realitás talaján. Ott, ahol illúziót tapasztalsz, ott előbb-utóbb szenvedést is tapasztalsz. Önképünk és önvalónk távolsága a szenvedés mértéke. Tehát Namcsön nagyon együttérzően, anélkül, hogy bármiféle vitát kezdeményez, hogy nincs igazad, meg én jobban tudom. Tehát ezek nagyon-nagyon dualisztikus és egoisztikus nézőpontok. Ehelyett rámutat az igazságra, hogy ezt a virágot álomképnek látják manapság az emberek. És nem úgy, hogy a padló fehér, a függöny barna, odakint a járművek zaja hallatszik. A zen tehát rendkívül egyszerű. Ha visszatérsz ebbe a pontba, akkor tapasztalod a lényeget, mert elvágtad ezt az illuzórikus gondolkodást. Ekkor a tudat letisztul, mint a tér, letisztul, mint a tükör, és tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán cselekszel, tisztán beszélsz. És ez a tisztaság az igazsággal való kapcsolatot jelzi. A következő lépés pedig a helyes cselekvés. A cselekvésnek, Sung Tzu tanítása szerint, kétféle komoly csoportja van. Az egyik az, amikor ha valaki szomorú, akkor megvigasztalod. Ez az odaforduló segítő cselekvés. Ha pedig valaki örül, akkor együtt örülsz vele. Ez pedig az alanyi egyéváló cselekvés. A lényegnek, az igazságnak és ennek a kétféle cselekvésnek mind megvan a maga szanszkrit és kínai neve, és aki mélyebben beleolvas a zen irodalomba, meg is találja. Ezek a nevek egy központi fogalmon alapulnak, amit úgy hívunk, hogy ilyenség. A taoizmus és buddhizmus keveréke a zen. És a zen nem a nirvánával vagy szamszárával operál pusztán, hanem rámutat a dolgok valódi természetére, azaz ilyenségére. Ez a bot nem rövid és nem hosszú, hanem ilyen. A palack nem rossz vagy jó, de vizet tartalmaz. Az ember nem tragikus vagy szerencsés, de megszületik és meghal. A karmád nem végzett és nem kezdett, de te vagy az ura. Tehát ahhoz, hogy a szélsőségekből kijöjjünk és tisztán lássunk, ahhoz az ilyenség tapasztalata nagyon fontos. És ehhez kell a lényeget tapasztalni, az igazságot látni és a működéssel egyé válni. Úgyhogy a konfuciánus uralkodók nagyon okosan cselekedtek, amikor a koreai buddhizmus aranykorának, a Silla dinasztiának, ugye az ezredforduló tájékán vége volt, Krisztus után, akkor nem mondták azt, hogy ti nem gyakorolhatjátok a buddhizmust, mert mi nem szeretnénk ezt a nézetvilágot. Ugyanis rájöttek, hogy az emberek addig már 500 évet gyakorolták a buddhizmust, és eléggé zokon vették volna, hogyha negligálja, vagy éppen nemlegesen bírálja el az uralkodó osztály. Ezért azt mondták, hogy ti menjetek fel a hegyre, és akik gyakorolni akarnak veletek, vagy szertartást, tanítást szeretnének tőletek,
azok is menjenek föl a hegyre. De mi nem akarjuk azt, hogy ti minket zavarjatok, hogy a társadalmi rendet, ezzel a szabadságot és felelősséget egyszerre tanító gondolkodással megváltoztassátok. Magyarul, hogy az embereknek túl sok választási lehetőséget adtok. És ez már akkor is probléma volt. Városi templomot nagyon ritkán találsz Koreában. Töredéke van csak a városban a templomoknak, szinte mind hegyes, dombos, gyéren lakott területen kezdődött, és ahogy Dél-Korea lakossága többszörösére duzzadt az elmúlt 100 évben, úgy világossá vált, hogy a völgy megy föl a hegyre, és nem a hegy jön le a völgybe. Mit szeretnél? Szeretnél-e fölháborodni a világ illuzórikus voltán, vagy pedig tisztán látni az ablak előtt virágzó növényzetet? Esetleg tisztán látni az ablak előtt nyíló virágot? Ez minden embernek a saját döntése. Te döntöd el, hogy illúziókra fizetsz elő, vagy pedig a realitás talaján állsz belül is, kívül is. Azzal nem belül vagy kívül keresi a megoldást, hanem a külső és belső egyéválásának az útján. A 10 000 jelenség egy lényegű voltának a megtapasztalása útján. És amikor a külső és belső lényege megmutatkozik, akkor nagyon-nagyon természetes a közlekedés köztem és a világ, köztem és a másik ember között, valamint a tudatos és tudattalan között. Nagyon sokan szeretnének a tudattalanból felhozni dolgokat, megnézni, és utána pedig visszatenni oda, és attól azt gondoljuk, hogy jobb lesz. Nem mindig lesz jobb, van, amikor jobb lesz. De az a fontos, hogy a tudatos és tudattalan személyiség jó barátságban legyen egymással. És ha kell, emlékszem, ha pedig nem kell, akkor nem emlékszem. Tehát az nem utaztat lent a tudattalanban és a múltban, és nem vetíti előre a jövőt, és nem tesz eléd egy imaginárius jelent, egy hipotetikus valóságot, hanem azt tanítja a Gyémánc útra segítségével, hogy a múltra, a jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Tehát ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő. Ezt a pillanatot kell helyesen látni és élni, és akkor a múlt is, a jelen is és a jövő is tiszta. De ha nem, akkor álomvilágban élünk és felháborodunk, és panaszkodunk, és projektálunk, és azt hiszük, hogy a másik a hibás, vagy rossz a világ, vagy a Föld egy büntető kolónia. Ezeket nagyon sokszor hallod. És nagyon nehéz felébredni ebből az illúzióból, mert sokkal könnyebb a külvilágot, vagy a tudattalanodat, vagy a családodat, vagy az őseidet, vagy az egész földi bolygót okolni azért, mert te olyan vagy, amilyen. És ezen azt jelenti, hogy felébredünk ebből a káprázatból, és végre a kezünkbe vesszük a sorsunkat. Az egyik ilyen nagy felismerés, hogy a tudatunk által teremtjük a világunkat. És hogyha a tudatod tiszta, a világunk is tiszta. Ha nem, akkor ez van, ami odakint. Meg odabent. Úgyhogy rendkívül egyszerű és tiszta az út, csak merni kell rálépni és rajta járni. Ha ez ügyben bárkinek kérdése lenne, akkor azt tiszteletem meghallgatom és megpróbálok válaszolni rá. Kinek van kérdése bármilyen? Hogyan tudok úgy egy helyzetet tisztán látni, egy ártó helyzetet, hogy abban ne legyen ítélkezés? Például az, hogy rendkívül konkrétan gondolkodsz, és nekem egy konkrét kérdést teszel fel. Amikor mondjuk látok valami olyat, ami nyilván a természettel szembe megy, és érzelmileg érintve is vagyok benne, akkor honnan tudom azt, hogy azt, aki okozza ezt az egészet, azt már csak kívülről tisztán látom, vagy pedig ítéletet alkotok róla, olyat, amit nem kellene. Megkérlek, hogy hasonlítsd össze az első kérdést és a másodikat, amit föltettél. Tudom, hogy ugyanazt tettem föl. És hosszabban, és kevésbé konkrétan. Igen. Mi ezzel a probléma? Hogy túlbonyolítottam. Így van. És hogyha túlbonyolítasz egy problémát, akkor nehezebben oldod meg. Akkor hogyan tudom érzelemmentesen megítélni úgy a helyzetet, hogy ne háborodjak föl rajta, hanem csak tisztán lássam, és hogy...
Elmondanád nekünk, hogy milyen helyzetre gondolsz? Mikor például látom, hogy valakit gyilkolnak a tévében, vagy egyszerűbb helyzetet, hogyha például két... Nem ez a probléma. Mi a probléma? Tehát csak azt szerettem volna, hogy nem akarok ítélkezni. Hogy az... Na végre! Jó. Hogyan tudom megtartóztatni magam az ítélkezéstől? Igen. Hurrá! Hát negyedszerre, de sikerült. Nehéz szülés volt, de sikerült. Mi az ítélkezés? Hát, hogy eldöntöm, hogy számomra valami meg jó vagy rossz, megfelelő, nem megfelelő, tehát... Ez az ítélkezés? Tehát bemész egy üzletbe, meg akarsz venni egy ruhát, és az S az nem jó, hanem az M. Ez ítélkezés? Nem, az egy helyzetfelismerés, eldöntöm, hogy... Bravo! Akkor mondj egy olyat, amikor mondjuk ítéletet alkottál, és nem kellett volna. Ami szubjektív, hogy nem szép. Nem szép. Vagy nem finom. Virágbolt, krizantém. Nem szép. Igen. Oké. Okay. Ez baj? Nem. Akkor mi a baj? Az, hogy benne mit csapódik le, és hogy ne kategorizáljak, hogy ezeket eltüntessem az életemből. Eddig két lehetőség volt, hogy behoz egy másik embert a színre, mert gyakorlatilag az emberekkel szembeni ítélkezés az a probléma. Talán családban és párkapcsolatban a legdurvább, hogy folyamatosan a másik ember ítéletalkotó magatartásával kell szembenézni a tisztánlátás helyett. Tehát az igazi tudomány az, hogy a megkülönböztetés megmaradjon, de ne menjen át ítélkezésbe. Tehát lássam azt, hogy az a ruha kicsi, de ne mondjam azt, hogy ez a ruha rossz. Lássam azt, hogy egy ember mondjuk okosabb, mint én, de ettől ne legyen kisebb rendűség érzésem. Tehát az ítéletalkotástól mentes magatartás alapja a helyes megkülönböztetés. A helyes megkülönböztetés csak úgy tudod gyakorolni, hogy ahogy hallottad a Kohanban, a 10 000 jelenség egy lényeggel bír, és ebben én is benne vagyok. Az az énség, amelyiknek a felületén az egoitás kialakul, az önmagában nem létezik. Azt mi hozzuk létre? Tehát azt, hogy a rosszat és a jót hogyan gyártom le, melyik műhelyben rakom össze, azt látni kéne. És akkor tudod kontrollálni, hogy ne menjen át ítéletalkotásba a megkülönböztetés. Nagyon fontos látni azt, hogy a piros azt jelenti, hogy állj meg, itt a zebránál, a zöld azt jelenti, hogy mehetsz. De a piros az nem rossz, és a zöld az nem jó. Tehát a világ működik valahogy. Ezt a működést kellene fölismerni. Szanszkritul tatva. Tehát a világ tatvája az a működés törvénye, és amikor a törvényt leírod, vagy megfogalmazod, az a dharma. A világ pillanatnyi működése, ahogy tapasztalod, az a tatva, és annak az egyik minősége az ilyenség tathatá. És a dharma az ennek a rendszerszerű látása. Az ok és okozat tisztán látása. Nem tudsz megkülönböztetni, nagyon nagy probléma van, mert ugye a sót teszed a porcukor helyére. Túl sok a megkülönböztetés, ítéletalkotás lesz belőle, és emberek halnak meg. Tessék meglátni, hogy melyik gondolat hova vezet. És egy apróság. Meditáció közben mindig azt az instrukciót adjuk, hogy tartózkodj a dualisztikus reakcióktól belül. Mert ha nem, akkor nem tudod a karmádat nézni, mint egy filmet, és nem tudod elengedni. Akkor beléd ragad. Tehát a dualisztikus reakció, a jóra és rosszra tagolt tudat, az megköti a jelenségeket. Képzeld, hogy átfúrod ezt az asztallapot, beledugsz egy botot, és a végén van egy csapszeki, ez így szétugrik. Ez a jóra és rosszra tagolt gondolkodás. És az emberek ezen keresztül azonosulnak a világgal, azonosulnak a jelenségekkel, és mondják azt, hogy az élet az jó vagy rossz, meg a másik jó vagy rossz, és a többi. És megkötik. És hogyha megköti, akkor ragaszkodik hozzá, akkor azonosul vele, és utána képtelen megszabadulni tőle, közben pedig ott van a jóra és rosszra tagolt szenvedésteli illúzió. Ez a probléma. Tehát amikor meditálsz, és utána később, amikor a külvilágban is működsz,
akkor ha tartózkodsz a jóra és rosszra szétcsattant gondolkodástól, ez a csapszeg visszamegy, és ki tudod húzni ezt az élményt, akár pozitív, akár negatív élmény, az én rétegből, abból a tudat rétegből, ahol te énesítesz, ahol azonosulsz, és akkor szabadulsz meg. Na, ezért fontos az ítéletmentes magatartás. Nem csak magad miatt, mások miatt is. Mert ekkor tudsz másokat is megszabadítani. Hogyan tudnánk bárkit is magasabb szintre segíteni, hogyha ítéletet alkotunk fölöttük? Nézd meg! Az én kérdésem az indulatokkal kapcsolatos, és azok jó irányba terelése, vagy nem is tudom, kordába tartásával. A konkrét példa az az 5 éves gyerekem meg én, és a kérdésem igazán az, hogy amikor én, tehát hogy tudom úgy kezelni az ő vele kapcsolatban a hisztiét, amikor olyan dolgot csinál, hogy az ítélkezés ebbe is benne van vastagon, a magammal kapcsolatos is, meg vele kapcsolatos is, tehát hogy ne robbanjak, vagy ne folytsak el, tehát hogy érzem, hogy jön, emelkedik a szint, és hogy szerintem hívják azt az 5 éves drágaságot? Ábelnek hívják. Még egyszer? Ábel. Ábel. Hát benne vagy vele a rengetegben. Ábel és te. Azonosak vagytok, vagy különböztök? Hát ez is az is. Mikor azonos, mikor különböző? Mondjuk különböző talán, amikor ellentétes érdekek munkálnak. Akkor azonos. Különböző. Ezt le kéne tisztázni ahhoz, hogy helyesen kezeld Ábel hisztéjét. Nem csak akkor azonos, amikor szerethető. És akkor nem különböző, amikor óriásit rúg rajtad érzelmileg vagy gondolatilag. Ha azt mondod azonos, hiba. Különböző, az is hiba. Ábel, Ábel, anyuka meg anyuka. És hogyha azt mondod, hogy jó vagy rossz, azonos vagy különböző, beleesel a dualitások szökes drótjába. Hát először is látni kell, hogy a hiszti honnan jön. Hogy tény vagy vélemény? Mi az alapja? És vissza kell vinni az egészet a kiindulásig. Te tudod a legjobban 5 éve neveled, hogy volt, amikor csak a hiszti volt az egyetlen egy jelzés. Elkezdett sírni, neked meg ki kellett találni, hogy most pisilt, kakilt, nem alszik, enni kéne, ki kéne vinni a levegőre, büfisztetni kell. Most mi van? És ez egy hatalmas képzés a szülőknek. Gyerek nem tud beszélni, de tiszta, kristálytiszta módon kommunikál, csak nekem kell hozzá alkalmazkodni. Tehát az első lépés, hogy megnézzük, hogy a hiszti honnan jön. És arra a forrásra válaszolni, nem pedig a hisztire. Hogyha vélemény, akkor el lehet engedni, sőt, akkor el is fogadja, hogy hirtelen a fókuszt megváltoztatod, kap egy kis falovacskát a kezébe, legót, üveggolyót, stb. Videójátékot azt ne, az túl korai, vagy később. Amikor az iskolatársak már nyomják, akkor. Tehát akkor a fókuszváltást elfogadja, mert véleményen alapult. Ha pedig tényen, akkor meg kell látni, hogy mi a valós alapja a hisztinek, és azt meg kell oldani, akkor meg az megy el. De ha belemész abba, hogy úgy kell viselkednie, hogy azt én akarom, az katasztrófa. Ha pedig csak úgy elengeded, az meg korai, mert még 5 éves. Tehát nevelni kell, de ha benned van az azonosság és különbség, és ez így oda-vissza mászkál, akkor te minden alapodat elveszted. És a gyerek gyakorlatilag úgy bemozdítja a tudatodat, hogy egyszerűen képtelen leszel kezelni. Tehát azt kell látni, hogy veled van nagyon szoros karmája. Ez az a középutas nézőpont, amit javaslok. Miért? Mert hozzád született, te lettél az anyukája. Ezért van veled nagyon szoros karmája. És nem a szomszédnénivel. Nézd meg azt, hogy hogyan tudod segíteni a gyereket az önállóság és a felébredés felé. Az önállóság helyes életvitelt jelent, a felébredettség pedig egy nagyon világos tudatot, magas szintű, felismerő, egyéválló tudatot. És ilyen szempontból aztán végképp felesleges lesz az azonos és különböző, és ezt tudom, hogy anyukáknak nagyon nehéz, hiszen azért csak hordtad 9 hónapig bent. Úgyhogy átélted mindazt, amitől az azonosság, vagy azonosulás, vagy a kötődés, a ragaszkodás fennállhat több évtizedig. Minél korábban veszed észre, hogy a saját útját járja, de veled együtt, és veled van szoros karmája, mert hozzád született, és nem a szomszédnénihez, ezért
felelősséggel tartoztok egymás iránt. És minél hamarabb ébred benne föl a felelősség, annál hamarabb lesz szabad. Nézd meg, hogy mi módon szeretnénk szabadságot adni a hozzátartozóinknak, gyerekeinknek, tanítványainknak. Egy csomó mindent adunk nekik. De attól nem lesznek szabadok. Attól csak birtokolni fogják azokat a dolgokat, lehetőségeket ideig, óráig, amelyeket adtuk. Ettől még nem lesz szabad. Ha ráébreszted a realitásnak egy mélyebb, minőségibb rétegére, és az elsősorban önmaga, akkor fogja nagyon megköszönni azt a neveltetést, amit kapott tőled. Szeretnék segíteni ebben egy olyan mondattal, amely nagyon sok biztosítékot kivert, és nem várom, hogy mindenki egyetért ezzel, hogy nincs öröklődés. Tehát azt hiszed, hogy a DNS-ed egy részét birtokolja a gyerek. Nem. Autót bérelt. Tőled és apukától. És beszállt azzal a karmával, amellyel neked és apukának közössége van. Ezen keresztül van közöttök egymáshoz. És a legnagyobb dolog az, hogy ráébreszted arra, hogy az autóban hol vannak a kezelőszervek, hol lehet tankolni, hol a GPS, hol az autós pihenő, mik a lehetséges célállomások az életben. Ezt fogja igazán megköszönni, mert minél hamarabb ébreszted rá ennek az életnek a minőségére és a benső lehetőségeire, annál gyorsabban derül ki, hogy milyen tehetsége van, miért született ide, mi a dolga, mik a gyenge pontjai, hol kell igazán képezni, mit kell elkerülni, milyen helyzetbe kell hozni. És ehhez sokkal kevésbé van szükség egy ideológikus gondolkodásmódra, semmint megfigyelésre és a kérdéseinek a megválaszolására. Tehát pont az, amit nem nagyon szoktunk csinálni, hogy megfigyeljük mélységében, hogy ez a lélek mit hozott le. Ahogy az évek haladnak és jönnek a stimulusok a környezetből, mik nyílnak ki benne? Közben a kérdések jönnek. Erre elkezd kérdezni. Meg tudod válaszolni a kérdéseit? Úgy, ahogy tényleg kell? Vagy pedig azt mondod, hogy hát ez most sikerült, de valójában még én se tudom. Úgyhogy megfigyelés és tükrözés. Megfigyeled, hogy mi van a lélekben, és tükrözöd azokat a kérdéseket helyes válaszokkal, amelyeket megkérdez. Nem lehet, hogy a te énedet folytassa, mert egy önálló személyiséggel született le. Nem lehet, hogy apuka személyiségét 100%-osan folytassa, ugyanezért. És nézd meg, hogy a szülők azt várják, hogy a gyerek az ő álomképüket folytassa és teljesítse, vagy az legyen, akiké ő szeretné, hogy legyen. És ebben mindenkinek beletörik a bicskája, és mindenki sír a vacsora asztalnál egy magányos estén, hogy a lányom nem az lett, akinek én szerettem volna, a fiam nem az lett, akinek én szerettem volna. És ez ebből az illúzióból indul ki, hogy az egyik személyiség, a másik személyiség egy beleinjekciózza magát. Nem. Nevelünk és tanítunk. És nem egótranszfer következik be. Nagyon fontos. Na most, ha ilyen nézőponttal középen tartod a nevelést, akkor azt hiszem, hogy egy szeretetteli és együttérző környezetben, de nagyon erősen, nagyon valósághűen lehet fölnevelni a gyerkőcöt. Mondom én ezt úgy, hogy van egy rakás tanítványom, akik már évek óta így próbálják, és azért az eredmények kezdenek mutatkozni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egy idézet jött velem szembe az interneten, miszerint a Simon Weil, azt hiszem a forrása ennek, hogy a szép nő könnyedén hiszi el a tükörnek azt, hogy az ott ő maga. És ezzel kapcsolatban, szerintem ez valamennyire kapcsolódik a Kuanhoz is, amit felvast az elején, de hogy vannak olyan személyiségjegyek, egyrészt milyen konkrét idézetről a véleményed, illetve hogy vannak-e olyan személyiségjegyek, amik megnehezíthetik, vagy megkönnyíthetik az egótlanítást, ezt a szót használhatom. A véleményalkotás olyan luxus, amelyet nem szoktam megengedni magamnak. Másoknak igen. De a második rész a kérdésnek fontos, mert igen, van a személyiségnek egy olyan egységcsomagja, amely az egófal beállását meglassítja, nehezíti, vagy éppen
ellehetetleníti. Ez pedig mondjuk az önzetlenség, szolgálatkészség, tisztánlátás, együttérzés, meghaladó bölcsességre való törekvés. Tehát ez mind olyan, hogy nem záródom be, és nem gondolom azt, hogy én vagyok a legszebb, legjobb, legokosabb, legrátermettebb, és ha ezt a világ nem igazolja vissza, akkor dühöngök. Igen, ki lehet fejleszteni egy olyan személyiséget, amelyen nagyon vékony az én fal, vagy egyáltalán nincs. Ez lehetséges. Lássuk át, hogy az egoitás ez nem egy entitás, ez nem egy külön létező, az nem egy sejtcsoport vagy gondolatsor benned, hanem ez egy hozzáállás. És ez a hozzáállás csinál belőled falat. Áthatolhatatlan, rusnya, elszigetelt, arrogáns és a többi falat. Ugyanezeket a köveket, tehát a személyiség alkotó elemeit, hogyha szépen lebontod és úttá formálod, akkor azon az úton lehet menni, és oda lehet hívni másokat is, hogy menjünk együtt, gondolkodjunk együtt. Vagy bármiféle olyan közös cselekvés, ahol az egyénnek megvan a felelőssége, de felismeri az egymásra utaltságát, tud együttműködni, és tud közösen létrehozni valami értéket, amiben részt vállal, de nem akarja egy személyben birtokolni azt. Tehát rengeteg lehetőség van erre. Nincs olyan, hogy bekövesedett és változtathatatlan énség. Tehát amikor a Buddha az Anatman tanát kifejtette, hogy eredetileg az abszolút én nem létezik, az forradalmi volt. Tehát elképesztően erős tanítás, az abszolút egoitás, vagy az abszolút fennsőbb létező szilárd nézetével szemben, vagy azt meghaladva. Hát nem az a baj az externalizált Isten fogalommal, akár hindu, zsidó, keresztény, mohamedán, és még hogyha egyéb helyeken van, hogy ezt különböző funkciókkal és attribútumokkal ruházzuk föl, és ezeket elhisszük és elhitetjük másokkal, hanem az a baj, hogy ezt az éned lemásolja. Tehát azt a paradigmát követi, hogyha van egy abszolút mindenható valami odakint, akkor én is egy picit olyan vagyok, mert engem is azt teremtett. Hát akkor szerzett jog. És akkor elkezdünk úgy viselkedni egymással, mint hogyha mi lennénk a kicsi istenek, a többi pedig az alattvaló meg a teremtett, akinek muszáj követni az akaratunkat. Ennek az akaratnak így identitás alapja van, és ezek az identitások összeállnak nagyon komoly családokká, klánokká, nemzetekké és a többi, és a 20. század megmutatta, hogy milyen a csoportos narcizmus tragédiája. Nem csak a két európai világháború, hanem ennek a származékai és export termékei Ázsiától Kubáig. Feltettétek valaha azt a kérdést, hogy a 20. században miért történt ilyen elképesztően tragikus eseménysor, mint amit Európa, Oroszország, Szovjetunió, Ázsia, tehát Japán, Korea, Fülöp-szigetek, Dél-Amerika, Karibi térség, stb. Gazdasági válság, politikai. Miért volt ez? Mind a mélyén az egoitások, énségek abszolút értékben tudomásul vett identitások harca volt ez, mert nem tudta belátni azt, hogy egy lényegű a 10 000 jelenség. Hogy valahol a legmélyén ugyanabból a lényegből származunk. Ez már nem ment. És amikor nem megy, akkor elkezdjük egymást kiirtani. És erre nincs szükség. Tehát meg lehet oldani a problémát úgy, hogy a jelenségeket helyesen látom magamban is, másban is és a világban is. Említette ezt az egylényegűséget. Mondjuk az egyik fél képtelen belátni az egylényegűséget. Emiatt rám támad. Akkor én mit tehetek? Hát nyilván vagy elpusztulok, vagy védekeznem kell. Nagyon jó a kérdés. Nem hagyod magad sem elpusztulni, és elszigetelődni sem. Az a fontos, hogyha valaki feljebb valónak, vagy abszolút értékűnek, vagy ilyesféle tulajdonságokkal felruházottnak gondolja magát, hogy tartsd fönn vele a kommunikációt. Mindenképpen tárgyalni kell. Ha nem, akkor az elszigeteltségből olyan polarizáció alakul ki, amely vagy azt eredményezi, hogy el akar téged pusztítani, vagy esetleg kicsit békésebben annektálni, és belőled az ellenállást vált ki olyasféle saját reakciót, amit te nem szeretnél. Tehát te a következményévé váltál a másik ember magatartásának. Ez a következménység, ez a yin-ség a másik yang minőségéből következett. Na ezt ne vállald el. És a kommunikációban egyenlítsd ki a yint és a yangot, és minden áron meg kell akadályozni, hogy ez fizikai vagy egyéb módon harccá
ugye degradálódjon le, fegyveres vagy egyéb konfliktussá ugye szélesedjen, mondjuk most országok között. A tárgyalásnak nem csak az a lényeg, hogy beszélünk, hanem egyfajta energiakapcsolatot tartunk fönn a másikkal, és így az ellenségességet azt enyhítjük a puszta szembenállássá. Tehát, hogyha valaki szemben áll vagy ül veled fél órán keresztül, abból még nem következik, hogy elkezditek ütni egymást. De hogyha nem mertek szemben ülni egymással fél órán keresztül, akkor lehet, hogy elszabadulnak az indulatok egy óvatlan pillanatban. Vállalni kell a szembenállást, meg kell látni a konfliktust, és el kell ismerni a konfliktus tényét, azért, hogy ne legyen belőle tetlegesség vagy éppen háború. Középen kell tartani a dolgot. Az egyik szélsőség a barátság, nagyon szép, nagyon jó, de az nem következik be. A másik a nyílt ellenségeskedés, az pedig ne következzen be. És a kommunikáció az az, hogy mit nem szeretsz bennem. Tehát el kell fogadni azt, hogy az illető kifejti a véleményét, mert tudod, hogy te a véleményekkel nem vagy azonos, de az ő véleményével dolgozva megtalálhatod magadban a valódi hibát. Mert általában a dühös ember nem lát tisztán. A dühös ember a saját dühének torzított tükrében látja a másik embert és a világot is. És éppen ezért csak azok hallgatnak rájuk, akik hasonló módon dühösek, mint ők. De te nem vagy az. És mivel nem vagy az, ezért nem válhatsz áldozatává. Hibás taktika az, hogyha feláldozod magad, akkor ebből valami lesz, mert akkor kielégíted valamilyen szinten az igényét, belátja egyszer, hogy igaza volt, és akkor megszűnt a dolog. Nem, újra termelted, sőt, magadat még egy kudarc helyzetbe is hoztad. Úgyhogy sem a hamis áldozatvállalás, sem pedig a támadás itt nem megoldás. Tehát nem menekülök és nem harcolok. Ez nagyon fontos. Szemben állok, tükrözök, kölcsönhatok, és ezzel a kölcsön hatással igyekszem az energiát középen tartani, polaritásoktól mentesen, ítélettől mentesen tartani. És ekkor ebből a kommunikációból legalábbis te magad nyersz valamilyen belátást. És a másik is nyerhet, hogyha elfogadja azt, hogy te kérdezel, és itt van a finom egyensúly pontja. Meg kell tapasztalni a másik tudatából, hogy milyen kérdést visel el, milyen fokú kérdést, milyen erős a narcizmusa, mennyire erős a cezaromániája, van-e benne bipolaritás. Tehát olyasféle kérdéseket kell föltenni neki, amit az egoitása elbír. Kérdezel egy mélyet, azon nyomban még rosszabb lesz, mint előtte. De ha kérdezel egy együttérzőt, egy könnyedet, egy lágyat, akkor még szeretni is fog. Azért, mert kiderült, hogy te ismered őt. Hogy te megláttad a szívét, mint hogyha olvasnád a gondolatát. És itt van a második nagyon fontos dolog, amellett, hogy nem menekülünk és nem harcolunk, hogy merjen megismerni az ellenfelem vagy az ellenségem működését, azt a tudatot, ahonnan az jön, és ne így, hogy jaj, borzasztó, mert el akar tiporni, és nem szeret, és gyűlöl, stb. És ezért én azt eltaszítom, és nem akarom látni, és nem akarom megismerni. Ezzel válunk sebezhetővé. Ismerjen meg a másik működését. Ismerje meg a dühének a tatváját, azt a fajta működést, ami alapján a darmáját, a törvényszerűségét belátom. És hogyha a törvényeit megismertem, akkor meg is tudom változtatni. Minden ember boldoggá tehető valahogy. És minden ember feldühíthető valahogy. Nézd meg, hogy hogyan működik az illető, és akkor tudsz rajta változtatni. Ha nem, akkor ő fog birtokolni téged, ő fog uralni téged, pusztán azért, mert leönt ezzel a negatív hozzáállással. Úgy érzem, hogy egy kicsit visszakanyarodtunk az én kérdésemhez, vagy visszakanyaríthatom az indulatokhoz. Mi van akkor? Ez én esetemben nyilván most nem a kisfiam, egy másik felnőtt ember, aki... Tehát, hogy megint csak az én indulataim, amit nem tudok kordába tartani. Tehát egy ideig megy ez, amiről beszéltünk, és nem tudom, hogy mi az, amitől egyszer csak elveszítem, nem tudom, hogy a játékot meccset, tehát nekem ez olyan... Szóval, hogy tudom ezt úgy csinálni, hogy közben ne hozzon ki a béketűrésből. Biliárdoztál már? Igen. Láttál egy olyat, vagy esetleg átétél egy olyan, hogy fogta, és így megböktél egy golyót, és ez a golyó úgy pattant, hogy megütött még egyet, meg még egyet, azok is megütöttek még egyet, kettőt, és így hirtelen 3-4 golyó így bement a zsebbe.
Ez az élmény, ugye? Vagy legalábbis láttad. Oké. Okay. Képzeld el ennek az ellenkezőjét. Visszafele forgatjuk a filmet, ott állsz az asztalnál, teljesen üres, ott tartod a dákot, és egyszer csak megjelennek a zsebekből a biliárdgólyok, és iszonyú bonyolultan elrendezik magukat a biliárdasztalon, és hirtelen eléd kerül egy. Ez az érzelmekkel, a gondolatokkal, az akarattal pontosan így van. Tehát amikor elveszted a középpontodat, elveszted a jelenlétedet, elveszted a pillanatot, akkor az a tiszta, üres tudat hirtelen megtelik karmával, hirtelen megtelik jelenséggel, sőt, oda is készíti magát az egyik, hogy hozz engem működésbe. Kérlek, csak egyet üssél. És az összes többi elindul. Na ezért mondjuk azt, hogy tartsd a tantiemben a fókuszt. Tehát amikor ilyen történik veled, és velünk, és mindannyiunkkal, akkor elvesztettük a tantiem fókuszt, és hirtelen a tudatunk szétesett különböző biliárdgolyókra, mint érzelem, gondolat, akarat, múlt, jelen, jövő, jó, rossz, nem, minden. És akkor hihetetlen bonyolultá válik az egész. És akkor kell megállni. És akkor kell letenni a dákót. És akkor kell arra gondolni, hogy volt egy olyan állapot, amikor mindezek nem voltak az asztalon. Van egy olyan tudatállapot, amelyben ezek a karmák nincsenek benne. És ez a gondolkodás előtti tiszta tudat. A dualitások előtti világos lényeg. És hogyha ide visszatérek, kiürül a biliárdaszt, és minden golyó magától belegurul a zsebbe. De ha nem, akkor elindul az adok-kapok. És ezt nem tudod másképp megoldani, mint az, hogy a felső csakrákat kiüríted, lejössz ide, és tisztán tükrözöd, és ez a mindennapi életben a nemes nyolcértű ösvény. De mitől lesz helyes? Nézd meg! Annyira édese, hogy megmondod, hogy helyes nézet, helyes előkifejtés, helyes meditáció, helyes elmélyedés, helyes felébredés, helyes életvitel, helyes beszéd, helyes cselekedet, lehet 3, lehet 8, lehet 84, amennyit akarsz. De mindegyik úgy kezdődik, hogy helyes. Mitől helyes? Mert valaki azt mondja? Hát nem. Azért, mert az ok és okozat működését úgy látod, hogy az a szenvedésből kivezet, attól helyes. És néha a nem mozduló tudat, a nem cselekvő jelenlét, az az egyetlen, ami kivezet onnan. Kedvenc könyvesboltomban, Budapesten, a Liszt Ferenc téren. A főnöki ajtónak az üvegén ott állt egy olyan felirat, amely így szólt, ne csácsogj, növeled a káoszt. És ez egy könyvesboltban. Érted? Gyönyörű volt a kollektíva, olyan emberek dolgoztak és részben dolgoznak a mai napig, akik 20-30 éve a szakmában és abban a boltban vannak. És olyan is a kiszolgálás. Olyan minőségi a hozzáállás. Úgyhogy mi az a jelenlét, ami benned 20-30 évet már átfogott? Az a tisztaság, ami folyamatos. És hogyha ez megvan, akkor a gyakorlatnak a tükrében az összes karma jól látszik, és az ember abba hagyja a csácsogást belül is és kívül is, mert látja, hogy az csak növeli a káoszt. A problémákat artikuláljuk, megbeszéljük, kölcsönhatunk, stb. De amikor nem kell, amikor a konfliktus csak növelni, a káoszt súlyosbítaná, akkor fogjuk és tartózkodunk ezektől a karmáktól. És akkor úgy tűnik, hogy maguktól a helyükre kerültek a dolgok. Ha már nem akarod, hogy neked legyen igazad, ha már nem akarsz a másik fölé kerülni, amikor tudsz üres térként viselkedni, és az indulat keresztül megy rajtad, mert nincs felület, nincs énség, amiről visszapattanjon, akkor kezdted megoldani a konfliktust, és mindenféle ütközés nélkül a biliárdgolyók belegurulnak a zsebekbe. Ehhez kell az energetikát itt tartani, a fókuszt a tantiemben, hogy ne veszítsd el a pillanatot, és helyesen beszélj, helyesen cselekedj, helyesen ismert fel a helyzetet, helyesen viszonyulj. És hogyha ki lehetett venni az energiát az indulatból, fel lehet állítani egy új célt, és ugyanazt az erőt, amely rossz irányba ment, szenvedést teremtett, egy új irányba mozgósítani. Tehát az ember akaratos lény, mi akarunk.
ebben az akaratban rengeteg minden van. Van túlélésvágy, van szaporodás, van birtoklás. Összes ösztönünk benne van az akaratban. Mennyire tiszta a saját akaratvektorunk? Mennyire világos irányba megy? Mennyire énes, mennyire közösségi? Mennyire emel föl, mennyire húz le? Hova mutat az akarat? És mihelyt helyes irányba mutat, azon nyomban mozgósítani lehet az energiát mögé. Tehát visszalépünk a helytelen irányba, engedjük, hogy statikus, nem mozduló legyen, és utána pedig egy helyes irányba elindítjuk megint. Mert túlságosan hosszú ideig mozdulatlan nem tud maradni. Az én kérdésem az eléggé egyszerű, azt gondolom. Szangába föltették azt a kérdést, aki úgy járt már más helyeken is, hogy miért pont az óramutató járásával ellenkező irányba megyünk, amikor sétálunk, és mondtam, hogy fogalmam sincs, de ha legközelebb találkozom Szunéma, megkérdezem. Kedves vagy, most. Mondom. A mai napig létezik Indiának olyan része, ahol nincs WC-papír. Ahol nincs WC-papír, ott a bal kezet használják helyettesként. És ezért jobbal esznek. Tehát van Indiának olyan része, ahol a mai napig, hogyha te ballal nyúlsz bele a kajába, úgy odavágnak, hogy csak na. És ezt mondják. Azért olvasod azt, hogy a Buddhát a jobb keze felől megkerülte, tehát a körbejárás az itt a tiszteletadás volt. Amikor a Buddha itt ült, akkor az illető az óramutató járásával megegyező irányba ment, mert akkor volt a jobb keze a Buddha felé. Viszont amikor sétálunk, akkor a Buddha az oltáron ül, és azért indulunk az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy amikor az oltár előtt elhaladunk, akkor a jobb kezed essék a Buddha felé. Most itt az úriember bekiabálása kapcsán jutott eszembe, cizellált bekiabálása kapcsán, hogy azért ennél sokkal durvábbakat is lehet naponta hallani. Például kétszer ilyet. Igen. Igen. Sőt, átkozódásokat is. Azt is. Igen. És olyan emberek szájából is, akik mondjuk szeretik egymást, vagy közel állnak egymáshoz. Úgy fáj igazán. Igen. Mondjad. Hogy ennek a fájáson kívül van-e más hatása, és tehát azon kívül, hogy mondjuk nem esztétikus, vagy nem, tehát nem okoz örömöt a fülnek, ezen kívül van-e, főleg az átkozódásra gondolok, hogy van-e hatása, és hogyha van, kire? Olvasd el a Dhammapadát, Buddhának a rövid tanításait, ez fantasztikus, tömör, gyönyör, és nem olyan repetitív, mint a szútrák. És a Dhammapadában mondja a Buddha, hogy ha te valakinek a dühét nem fogadod, az visszaszáll a feladóra. Ne fogadd, és ne reagálj arra, ami számodra szenvedést okozna, két okból is. Egy, mert a másik pont ezt akarja. Tehát fájdalmat akar okozni, ha te fájsz és szenvedsz, akkor beteljesedett, amit akart. Ne teljesítsd be. Kettő, ha te tiszta térszerű tudatként működsz, akkor nincs felület, ahol ez az egész fönnakadna. Tehát el tudod engedni a füled mellett, át tudod engedni a lényeden, és nem azonosulsz vele, mert ezt valójában nem neked mondta, hanem annak a képnek, amely benne él rólad. És ez a kép, ez hamis. Ha igazán ismernénk és jól látnánk egymást, ilyenekre nem ragadtatnánk magunkat. Mert az lenne az együttérzés alapja, hogy úgy látom a másikat, ahogy van. És nem olyannak látom, amilyennek én képzelni akarom. Engedd át magadon, és ne reagálj rá, és ne hidd azt, hogy ez neked szól. Meg lehet hallani, de felejtsd is el. És akkor ez visszaszáll rá, és a dű magyarul, más szóval méreg. Ezek az emberek megmérgezik magukat. Tehát akik folyamatosan dühösek, azok előbb-utóbb valamilyen súlyos szervi problémával fognak szembenézni. És tudok rajta segíteni, hogy belőle ez a dű kijöjjön? Csak akkor tudsz segíteni rajta, hogyha ő ezt szeretné. És azt hogy lehet kideríteni, hogy ő, vagy hogy meddig van ebbe felelősségem? Hozzátartozóról van szó, mert most már nagyon. Tehát azt tudod tenni, hogy ott állsz a kötszeres tálcával, és amikor a falba veri a fejét, akkor te vagy az első, akit meglát vérző fejjel. És akkor esélyed van rá, hogy tőled kér segítséget. De vigyázzunk ezzel. Én most azt látom, hogy te meg akarod javítani a másik embert. Te ne akard megjavítani.
egymásra figyelve, egymást tekintetbe véve, egymásnak segíteni akarva, de járjuk a saját utunkat, a másik karmájából te ne gyárts le magatartás formát. Tehát ha segítséget kér tőled, akkor adj neki. Ha nem kér, akkor nem. Ugye erről azt mondtad, hogy, hogy van ez a tiszta tudatállapot, vagy olyan tudatállapot, amikor a karmák nem működnek, tehát nincsenek ott az asztalon a golyók. Uh-huh. Egyik kérdés, hogy ilyenkor ezek hova lesznek, mit csinálnak. Másik meg volt egy ilyen, hogy látod a karmát, hogy ez most van olyan állapot, amikor látod, hogy nincs csak itt egy karma. Bizony. A karma az négyféle lehet, gondolat, érzelem, beszéd, cselekvés, két külső, két belső, magadtól, mástól. Ezek nagyon egyszerű dolgok, a hasonlat kedvéért mondtam ezt, és látod, működött is. Miért? Mert idézed. A képszerűeket szeretjük, ami úgy összeáll. Ennek a biliárdasztalnak végtelen számú zsebe van, és ezekben a zsebekben végtelen számú golyó fér. Amikor a zsebekben vannak a golyók, ezt hívjuk a tárháztudatnak. Amikor bizonyos golyók a felszínre kerülnek, a válogatás mechanizmusát hívjuk választó tudatnak. Ami az asztal és a golyók ezen rendeződnek, az a fogalomalkotó, analitikus, szintetizáló tudat. Amely ezt kiszolgálja, az az öt érzékszervi sík. Alulról indítva látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, ez az első öt, tehát a fogalmi gondolkodás, a biliárdasztal, megkülönböztető tudatosság, amikor válogatod a golyókat, és amikor tárolod, az az alaja, a tárháztudat. A pszichofizikum így működik. Tehát test és lélek együtt, ez a 8. A buddha természeted, a tisztán látó, tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, az nincs benne ebben a 8-ban, de látja mind a 8-at. Az ember nagyon sokszor a testben és a lélekben kereste a megoldást önmagában, valamelyik pici morzsájában, vagy valamelyik absztrakcióban, és egyikben sincs. Mi az, ami látja ezt a 8-at? Ha ebben elmélyülsz, akkor azt is látod, hogy mi teremti. Ami teremti, és ami látja, és ami lebontja, az azonos vagy különböző? Most ezen ne gondolkodjál, mert a gondolkodásoddal ezt nem fogod megoldani. Ha visszatérsz arra a kérdésre, hogy mi ez, mi az, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, megkülönböztet és emlékezik, mi ez? Ez egy pont. Nem sok, egy. És ezt az egyet tapasztald meg, és akkor meglátod, hogy ez hogy működik. És ebben van az igazi megoldás, amit mondjuk buddha természetnek, vagy szellemnek, vagy bárminek hívhatunk, mert a lélektartalom minden egyes bitje, tehát gondolat, érzelem, beszéd, cselekedet, múlt, jelen, jövő, és mindenféle polaritás cserélhető. Tehát te eldöntheted, hogy egy adott gondolatot elfelejtesz, megtartasz, vagy megteremtesz. Fordított sorrendben. És ezért a személyiséged bármivé átalakulhat. Nagyon nehéz elhinni, de sikerül. Tehát ha te bizonyos szokásokat kifejlesztesz, más szokásokat visszaszorítasz, vagy eltörölsz, akkor a személyiséged átalakul. És ennek az átalakulásnak te az ura lehetsz. Na most mi az, ami ezt látja? Mi az, ami a változást uralja? Itt van valami, amit eddig még nem tapasztaltunk, és ezenben ezért térünk vissza a nem tudható, nem keletkező, nem múló tapasztalatához. És ez a nem tudható, de tapasztalható, ez az igaz természetünk. Kérdésed egy újabb koan felolvasására inspirál. Ez pedig a 185-ös. Csak láss! Ha meg akarod látni a buddhák birodalmát, akkor tartsd meg a tiszta, térszerű tudatot. Engedj el minden gondolatot és vágyat. Engedd, hogy a tudatod bármit megéljen ebben a pillanatban. Hogyan tartod meg a tiszta tudatot? Ha nem menne, hallgasd a következőket. A megvilágosodás természete. A felső birodalmakban vannak a buddhák, alattuk a létesülés hat világa. Egytől egyig minden jelenség teljes. Egytől egyig mindenben megvan. A por és a lényeg áthatják egymást. Már mindenben nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá, egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod.
Azonosak vagy különbözőek? Ha azt mondod azonosak, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különbözőek, akkor is. Miért? Ha! 3×3=9. Kérdések. Hogyan tartod meg a tiszta, térszerű tudatot? Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy 3×3=9? Sung San Zen mester kommentárja. Tavasszal sok virág nyílik. Nyáron zöldelnek a fák. Őszre megérik a gyümölcs. Télen hideg van. Kezdetben 4 lábon, azután 2 lábon, utána 3 lábon, végül egyetlen lábon sem. Ezek mit jelentenek? Érted? Ha nem, kérdezd meg a kőleányt. Nagyon szép választ fogadni. Olyan kérdésem mondom, hogy az lenne a kérdésem, hogy az általad a neten, vagy tőled megtalálható dharma beszédek egy részéből is kiderült, illetve olvasmányokból is kiderült, sőt a koanok egy részéből is kiderült számomra, hogy a zen tanítás az a történelmi időkben, de lehet, hogy 100 évvel ezelőtt is nem egészen így működött, tehát ott nem volt ilyen kedélyes beszélgetés a tanítóval, volt, hogy be se engedték néhány évig a tanítványt, vagy a leendő tanítványt a kolostorban, meg néha még fejbe is verték bottal, ha kérdezett. Azóta meg úgy tűnik, hogy változott ez a fajta módszertan, ez csak Európában, vagy az európai kultúrkörbe, vagy Koreában is most már így történik, és körülbelül mióta mi lehet ennek az oka? Nagyon sok oka van. Az egyik, hogy nézzük meg, hogy a nyugat miért ezt hozta el onnan. Mert ez volt a rendellenes, a renitens, a kiugró, a furcsa, a megmosolyogtató, a felháborító. Tehát ezeket hozta el onnan először. Mert az azt megelőző évtizedekben a szútrák százai, ezrei jöttek át, azokkal feltöltötték a könyvtárakat, és most új figyelemre van szükség. Azt, hogy valaki egy ütést kap a zenmestertől, elolvashatod egy könyvben 30 másodperc alatt, de az illető 30 évet dolgozott, hogy megkapja. Az nincs benne. Az, hogy te a zenkolostorban világiként is élhettél támogatóként, dolgozóként, besegítőként, az sincs benne. Az, hogy a kolostorok egy nagyon komoly szakrális hierarchiára alapozódó közösséget alkottak és alkotnak a mai napig, és a teljes egymásra utaltság és bizalom jegyében élték az életüket évszázadokig, ez sincs benne. Tehát a hagyománynak ezeket a kis szikráit, morzsáit az emberek elhozzák, leírják könyvekben, és utána ezeket olvassuk, és azt hisszük, hogy valami nyugatra jött. Hát a legjobb lenne tanítók élő tanításán keresztül megismerni ezt, Ázsiában is, és nyugaton is, és akkor a könyveket legalábbis kezdhetjük helyesen érteni. Látjuk azt is, hogy mit nem írtak le, és amit leírtak, azt hova tegyük. Lincsi 4 évet tanult Namcsong kolostorában, mielőtt megkapta azt a 30 ütést, amitől elment egy másik zenmesterhez, és onnan visszajött. Zhou, akinek a koanyaiból élünk, 60 éves koráig gyakorolt, és utána lett egy templom apátja, és 80 évesen kezdett el tanítani, 120 évig élt. Ezt sem nagyon olvassuk. Törekedjünk a hagyomány egészleges megismerésére, amely a tanító, tanítás és tanítványi közösség szintjén egyaránt érvényes és egészleges bepillantást nyújt. Itt nyugaton a tanító az teljesen másként érvényesül az itteni szellemi, vallásos és egyéb társadalom történeti hagyomány miatt. Nagyon sokszor a szerzetest vagy a mestert papnak és egyébnek nézik. Nem úgy hallgatják, mint a hasznos ugye, utasítás gyűjteményt, hanem hogy mondott egy szép beszédet, jaj, de jó volt hallgatni, elmentünk haza, és nem változik nagy rész semmi. Az, hogy ez cselekedhető, az nagyon-nagyon ritkán fordul meg az emberek fejében. Tehát műveltségként, addendumként, jó érzésű beszédként szedik össze. A másik, hogy a dharmát azonosítjuk ezzel. Tehát, amit leírnak könyvben, azt hiszük, hogy az a tanítás, pedig ez legjobb esetben is csak egy
nagyon vázlatos lenyomata annak a működésnek, ami ennek a világnak a darmája. Az a törvény, ami szerint a világ működik. És ahhoz már a szangában, a csoportban eltöltött gyakorló évek kellenek, hogy kívül is és belül is megismerjem önmagam, hogy én milyen lélektartalmat, milyen karmát hoztam le, mennyire tiszta az a szellem, az a buddha természet, amivel működöm, mennyire világosan kölcsönhatok a szangával, mennyire vagyok segítőkész, mennyire tudok segítséget elfogadni, ugyanolyan nagy mesterség. Ezt az évszázadokon, évezredeken keresztül fejlesztett és beépült, manapság picit erodáló ázsiai buddhista kultúrát, ezt nagyon nem lehet idézni. Vagy szerencsés módon egy tanítón keresztül belecsöppensz, és én ezért is hálás vagyok Sung San Zen mesternek, vagy pedig be kell látni egy idő után, hogy részleges és elvont ismereteket szereztem az egészleges és közvetlen konkrétumok helyett. És ez nem valakinek a hibája, végképp nem a tiéd, aki szeretnéd megismerni, és megfelelő eszközökhöz folyamodsz, úgy gondolod. Itt az történik, hogy jó halászok szeretnénk lenni, és egy biztonságos csónakban szeretnénk halászni. Az okosság hálójával, a jelenségek tengeréből helyes konklúzió halakat fogni. Igen ám, csak hogy akármennyit halászol, a hálóban csak hal lesz. De nekünk a tenger kéne. A tenger tapasztalata kéne. Tehát ilyenkor a halász leteszi a hálóját, és mer a csónakja kényelmi zónájából beugrani az ismeretlenbe, amely ott van előtte, de amíg be nem ugrasz, addig ismeretlen. És akkor a tengerrel egyé válsz, és a tengerben megtanulsz úszni. És akkor már mindenki visszamászik a csónakba, de nagyon más lesz a csónak, mint annak előtte. Tehát az én meghaladását, az egoitás lebontását, az együttérző bölcsesség kifejlesztését, ezt ilyen áron tudod elérni. Na most, amit a nyugat csinál, az az, hogy a halas könyvet olvassa. Még csak nem is halászik, csak olvas a halakról. Bojtos, úszós, porcos, csontos, édesvízi, tengeri, aztán meghal. Addig olvasta, hogy árva halat nem fogod ki, a tengernek a közelében nem ment, pedig ott volt tőle fél méterre, és meghalt úgy, hogy csak a hal határozót olvasgatta sokáig. Na, erre vigyázzunk. Nagyon rossz úgy éhen halni, hogy ilyen stóc szakácskönyv volt melletted. Az volt a legutóbbi kohan végén, hogy kérdezz meg a kőreánytól, hol találom. Ha hozol követ, kifaragom neked. Brilliáns a kérdés, nehogy azt hitt, hogy hibázott. Fantasztikus, gyönyörű helyen, ahol volt egy gyenge pontja a kohannak, ott ezt visszafordította a tanító felé. Gyönyörű. Teljesen jó volt a kérdés. Most pedig a válaszra kezdje valamit. Erre mondja a nagymester, hogy feje egy sárkányé, farka egy kígyóé. Tehát ezt visszakérdezhetted volna gyönyörűen, tessék egy kicsit interjúra jönni az elvonulások alatt, és akkor visszakérdezheted ezt úgy, hogy kifaragnád, te van-e hozzá vésőd? Jó? Tehát nagyon-nagyon sok ilyen van, és most jutalmul szeretnék egy Mangong Sunyim Koant felolvasni neked, amely pont ezt fogja szépen rendbe tenni, jó? Aranyhal. Kümbong zenmester levelet küldött Mangong zenmesternek Daesung Sa templomból. Szeretnék aranyhalat fogni. Benne vagy? Mangong Sunyim így válaszolt. Kifogni még ki tudod, de meg is tudod enni? Kérdések. Mit jelent az, hogy szeretnék aranyhalat fogni? Ha Mangong zenmester téged kérdez, hogy meg tudod-e enni, akkor hogyan felelnél? Kommentár. Vigyázz, vigyázz! Az aranyhal már rég lenyelte a két zenmestert. Ez, amit most hallottatok, ez egy úgynevezett dharma küzdelem a két zenmester között. A koanokkal azért lehet ezt nagyon jól csinálni, mert a gondolati vagy érzelmi szokásaidból, a karmikus berögződöttségeidből nem lehet helyesen válaszolni a koanokra. Ezért is, amikor megérintesz egy koant, egy csomó minden megmozdul. Például, amikor belekérdezel a kőleányba. És az az érdekes, hogy minél inkább a koanokkal foglalkozol, mondjuk egy elvonulás alatt,
annál kevésbé köt a karmád, annál kevésbé erősíted meg a szokásaidat, annál kevésbé tekeredik rád a saját hálód. És amikor megválaszolsz egy koant, tudod, mi történik? Jön egy másik. A tanító olyan, hogy ad neked egyet. Aztán még egyet, aztán még egyet, és bőven elég a 208 ahhoz, hogy egy életen keresztül gyakorold a helyes, nem ragaszkodó, tisztán látó, tisztán felismerő és cselekvő tudatot. Úgyhogy mindegyikünk vadászik valamiféle aranyhalra. Mindenki boldog akar lenni, sikeres akar lenni, és legfőképpen önmaga akar lenni. De ha sikerülne is kifogni ezt az aranyhalat, meg tudod enni? Elbírsz vele? Otthon érdemes-e egyedül olvasgatni ezeket a koanokat? Nem. Először érdemes eljönni valamilyen zen gyakorlatra, és ott a dharmát tapasztalni a szangán belül a tanító segítségével. És akkor az interjúkon megkapod azt a tanítást, amely által a koanok elkezdenek hasznosak lenni. És ez a haszon pont az, amit az előbb mondtam, hogy megtanítja a tudatot a saját karmájától tartózkodni, a saját gondolati, érzelmi habitusait nem követni, ebben a pillanatban tisztán látni, tisztán felismerni, tisztán beszélni, tisztán cselekedni, és a többi. Lehet ezeket olvasni nyugodtan, senki nem tiltja, csak ezáltal nem mész vele semmire, és azt hiszed, hogy ez egy ilyen szellemi szórakoztatóipar. Hogy te nevessél, hogy te felháborodjál, hogy te jól érezd magad, vagy rossz, és különben is kell a változatosság. Tehát lehet fogyasztói szinten is értelmezni ezeket, de teljesen felesleges, sőt, akkor az lesz az élmény, hogy hát ez csak ennyit ér, nem értem. Hát ott kezdődik, hogy nem érted. Én azt javaslom, hogy persze, nyugodtan nézz bele, legyen az éjjeli szekrényeden, idéces álmaidban felébredsz, úristen, miért nem tudok aludni, azt mondja, igazi mester, hú, hát ezt meg kéne találni, köszönöm szépen, alszom tovább. Tehát ez lehet, de a helyzet az, hogy amikor a dharma élő tapasztalatával együtt van a könyv, akkor ér valamit. Tehát lehet szakácskönyvet olvasgatni, csak nem kéne megízlelni azt, amit abból főztek. És akkor egész másképp működik a történet. Mi van akkor, ha nekem pont ezt kell elengednem, hogy elmenjek egy elvonulásra? Azt nem kell elengedni. Hát, de hogyha olyanok a körülmények nyilván, és nem... Akkor gátló tényezők merültek fel. Attól még nem engedjük el a szándékunkat, csak megfelelően időzítjük, és megoldjuk úgy az életünket, hogy ne az akadályainkat teremtsük újra. Oké, nem tervezek több. Kaputól kapuig 120 km a távolság ezen parkolóhely és a templom között. Igen, ismerem az utat. Valóban? Akkor hogy nem tudod megtenni? Meg tudom tenni. Akkor szeretettel várunk a következő elvonulásra. Nem az utal van a probléma. Hanem mivel? Az ott léttel. Nem tudom. Most, hogyha többsikon beszélgetünk, úgy érzem kicsit, de az ott léttel se volt probléma, ne viccelj. Hát napi háromszori étkezés, csupa mosoly, zöld felület és külön vizes helységeket. Mi lenne a baj? Az itt nem léttel van a probléma. Az itt nem léttel van a probléma? Az itt nem léttel van a probléma. Tehát kinek merül föl hiánytünet? Kutya, macska, egerek? Igen, gondolom. Ha gondolod, akkor nincs úgy. Vagy marnak, és akkor az a baj, és a hiánytünettel nem tudsz mit kezdeni, vagy azt hiszed, hogy valakinek szüksége van rád, holott, dehogy. Tehát ha megvan az akarat, és a helyes szándék, akkor előbb-utóbb meg lesz a lehetőség is. Az önfelmentő magatartástól tartózkodjunk. Az ellentetjétől, az önbüntető magatartástól is. Ugyanis mi emberek ezt a kettőt mesteri módon tudjuk keverni. Önfelmentő módon büntetjük magunkat, és önbüntető módon mentjük fel magunkat, és brilliáns módon csináljuk, mert az egész világnak el tudjuk ezt magyarázni, hogy velünk miért történjék ez, és ha az egyik ember jobban meghatódik az önbüntetés hallatán, annak azt mondjuk. Ha a másik ember jobban hallgat az önfelmentésre, annak azt mondjuk. Azért vigyázzunk ezzel, mert így nem érjük el a célunkat. Egyszerűen tisztán, mit akarsz? Úgy gondolom, hogy ha ragaszkodnék nagyon ehhez a gondolathoz, hogy nekem azért oda el kellene mennem, az sem lenne helyes. De ne is ragaszkodj a gondolathoz. Vágj magad kocsiba, azt tedd meg. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet.
nagyon szeretném, hogyha mindannyian együtt tudnánk gyakorolni egy olyan helyen és olyan időben, ahol mindenki szeretne lenni. Erre az eredeti fénytemplom az egyik lehetőség. Más visszavonuló helyek, más közösségek szintén újabb lehetőséget jelenthetnek. Ezért megköszönöm, hogy Sopronból és Szombathelyről és Veszprémből, Zircből és egyéb helyekről itt voltatok, Győrből természetesen a legnagyobb számban, és remélem, hogy a templomunkban is a dharma gyakorlatára találkozhatunk, és együtt tehetünk erőfeszítést a felébredés elérésére. Köszönöm a figyelmet!